Na sziasztok, csinálok és elérkezett egy újabb videó, ezúttal, mint láthatjátok, az első Foot Champions Weekend ligás beszámoló lesz. Igazából nem akarom sokat húzni a szót, szerencsére bejutottam, és rögtön három dologgal kezdeném. Mint láthatjátok, ezek a pakkok mind az enyémek, amiket mutatok. Ezeket pakkoztam a Foot Champions előtti héten, de konkrétan egy héttel ezelőtt, és ezekből ezt a két csapatot hoztam össze. Volt egy Bundesliga csapatom, Leno, Piszczek Shadow összhanggal, így nagyon jó volt, Sokratis, Boateng, Baba, Bender, Bellarabi, Kondopianka, Draxler, Müller és Csicsarító pedig Untradeable. Aztán volt egy Serie A csapatom, amire költöttem a nagyobbik részt, az Inform Firmino erre ment el, Handanovic, Bruno Peres, Manolas, Miranda, Alexandro, Medel, Alan, Pjanic, Kalinic és Kvadrado és Mertens. Rögtön az első meccs, sajnos elfelejtettem itt lefilmezni az ellenfél kezdőjét. Premier League csapat Muszával, láthattátok, Musza megszerezte a vezetést. Aztán egyenlítettünk a második fél időnek az elején, még Draxler jó voltából. De sajnos a hosszabbításra fordulván Welbe góljával ő szerezte meg a győzelmet, így az első mérkőzésen nem sikerült a legjobban. 2-1-re kikaptunk. Hát nem volt teljesen megérdemelt szerintem. A másodiknál már van csapat, elég erős csapat, Joris, Bellerin, állandó szereplők voltak ellenem, és Shaqiri góljával a 14. percben megszerezte a vezetést, aztán viszont Pjanic góljával, egészen pontosan Kalinic góljával szépítettünk a hosszabb félidő előtt, de majd megint egy belőtt labda Muszának, 48. percben megint vezetnek, aztán 11-est a Mertens panyánkázta be, 66. perc, de végül sajnos ő zárta le a találkozót a 72. percben egy góllal, és ebben meg is nyerték a meccset. Valamelyik meccsnek az összefoglaló hosszabb lesz, valamelyiknek rövidebb. Itt volt az első nagyon komoly akadály, Griezmann, Bale, De Bruyne, Mandzukic, Kanté, Pepe, de viszont elég jól kezdődő számunkra a mérkőzés, már a 10. percben Csicsárító egy gyönyörű helyzetfelismerése megszerezte a vezetést, aztán pedig I think he understands. Real chance. Well, he scored. Bale! Shot off now. It's a certain goal. Hát igen, így ért véget ez a mérkőzés. 5-1-re kikaptunk sajnos. Rosszul kezdtünk, 0-3-ba voltunk. És jött még egy erősebb csapat. Varán, Toprák, Movemberes, Bellarabi, valamint Mulvemerek Luis Gustavo, de szerencsére Kalinichoz pattant a került a labda, aki befejezte, rá két percre rögtön Mertens szólózik egyet, és a kapus segítségével a hálóba jut a labda, 2-1. Ide, aztán még a félidő végén Pjanic lőtte meg a harmadikat, közben Douglas Costa szerezett az ellenfélnél egyet, de ennyi, és a másik félidőben álltunk le, Mertens egy pattogós szerencsétlenség után belőtte, majd Kalinic lőtte ki a hosszút, ezzel 5-1 lett, ellenfelünk nem bírta, 5-1 után azt mondta, hogy neki elég volt. Rage quit, első győzelmünket megszereztünk 4 meccs után, nem volt túl biztató a kezdet, ilyenkor még picit alábecsültem magunkat, szóval azt mondtam, hogy nem lesz jó. Majd látott a következő ellenfelünk csapata, semmi nincs benne a meccsből, 1-0-ra nyert ellenfelünk egy jó, izgalmas mérkőzésen, de ha mindent bevágnék, akkor nagyon hosszú videó lenne. Következő ellenfelünknek egy jó BBVA csapata volt, és Informteo Vákot, szerencsére, és hát sajnos 2-0-ra elhúzott, de még az első fél idő elején egy óriási kapus hibából megszereztük az építést, aztán a második fél időbe Hernández érkezett egyszer a 61. percben, majd Hernández érkezett másodszor a 73. percben, mind a kétszer ilyen begurított labdára, ő adta a gólpaszt, ezzel man of the match lett ezen a mérkőzésen, és megszerezte nekünk a második győzelmet, bocsánat, Müller lett a man of the match. De megvolt a második győzelmünk, megvolt ebből a bronz 2. Itt nagyon boldog voltam, bevallom őszintén, de annyira még nem lehettem, mert azt hittem, hogy ez ilyen nehéz lesz végig, de szerencsére volt jobb időszakunk is. Ez a kép, és a 7. meccs lemaradt, láthattátok. 1 Musza gólra, 2 Pjanic és 1 Kalinic góllal válaszoltva nyertünk. Következő mérkőzésünk, ez már a 8. meccsünk volt. Itt 1-0-ra vezetett az ellenfél, de megint fordítani tudtunk. Piszczek szöglet után fejelte be a labdát, és Müller döntötte el a 3 pont sorsát a második félidő vége felé. 2-1-es győzelem ide, jobban játszottunk, mint ellenfelünk. És jött is a következő mérkőzés, Movember-es, Hahn, Lacazette, Draxler, minden volt itt.
mi szereztünk meg a vezetést egy nagyon szerencsés Mertens góllal, aztán ellenfelünk sajnos szépítén tudott, de egy jó pattogós labda után Pjanic a kipattanójára megy és bevágja, 2-1 ide, újabb győzelem a zsákban, ez már az ötödik volt, egészen pontosan megvolt itt a bronz 1 is, már odáig jutottunk el, ez egy kiegyenlítettebb meccs volt, de most itt a szerencse mellénk állt, megvolt szerencsére az ötödik győzelmünk is. Aztán egy újabb csapat, ez egy erősebb BPL volt, Özil, Costa meg ilyenek, Claudio Bravo is ott volt a kapuban, de nem jelenthetett nekünk akadály, Chicharito lépett ki, és 1-0-ra vezetést is szereztünk. Majd még mindig az első félidőben Konopjanka bepasszából, Baba pördítette be a labdát a kapuba, 2-0. Ellenfelünk egy Sturridge gól révén tudott szépíteni a 69. percben, de nem volt számottevő, mert ezt a mérkőzést is behúztuk, itt már nagyon-nagyon jó sorozatban voltunk. Itt voltunk sorozatban 5 meccsnél, ha jól tudom. Baba lett a man of the match, 9,5-ös besorolással, és kaptunk érte 611 coin. Következő ellenfelünknél már ott volt Jonas, aki ugye squad building challenge-es kollega, és hát rögtön az első pár percben meg is villantotta, hogy ő miért is jó. Bal lábbal lőtte ki az alsó sarkot, Handanovicnak esélye sem volt mozdulnia, 16. perc, de aztán rögtön jött is a szépítés, a 40. percben Pjanic egy kipattanó után tudta begurítani az üres kapuba labdát, itt nagyon elkapták a fonalat a srácok, még a 45. percben Pjanic megint betalált, Pjanic nagyon jó volt az egész torna alatt, aztán Kalinic a 49. percben egy megforgatás után belőtte a hosszúba, így Kalinic góljával 3-1 lett módosult az állás, és ez is lett a végeredmény, Pjanic kapott egy man of the match-et a két gólja mellé, nagyon jól játszott, Kalinic is nagyon jól játszott az egész alatt, még ellenfelünk lőtt egy gólt, így lett 3-2 a vége ennek a mérkőzésnek. Következő ellenfelünk szintén egy nagyon erős BPL csapat talált fel, Bellerin, Koscielny, mindenki volt itt, akire lehetett, és sajnos tőlük kaptunk egy 5-öst, egy elég nagy zakót, itt megszakadt a jó szériánk, de annyira azért ez nem folyásolt be, mert a következő mérkőzésen megint Scott Bailing Challenge Paye, Costa és Batshuayi, de a szerencse mellénk állt az első gólnál, kipattanott Cuadrado be tudta passzolni az üres kapuba, 1-0-ra vezettünk a góljával, majd rögtön rá Pjanic beadását Alan fejelte le, és ezzel a kapuba 2-0, 2-0 lett a végeredmény is, ezt a meccset nagyon simán lehoztuk szerintem, jól játszottunk, jól védekeztünk, rendben volt az egész csapat, és elértük a Silver szintet. Aztán a következőre egy Serie A csapat a Serie A csapatunk ellen, és ez volt az első mérkőzés, amikor úgy éreztem, hogy az IE pici segít nekünk. Itt már nagyon úgy éreztem, mert Insigne góljával nagyon korán vezetést szereztek, 9. percben, de aztán ez még az első félidő vége felé tudtunk egyenlíteni. Cuadrado gól, Pascalinic gól, ezt nézzétek meg jól, mert ebből nem ez lesz az utolsó ezen a mérkőzésen. De ellenfelünk rögtön Asamoah-val második fél időben be is kezdett, Asamoah az visszapattan, és így a 78. percben Asamoah góljával megint vezettek, itt már azt hiszem nem lesz visszavolt, de mint mondtam, Cuadrado, Kalinic összehozták 88. perc, Nikola Kalinicnak megvolt a sokadik gólja, és 11-esekre mentette a meccset, Panyenkával kezdtem, mint szoktam, Müller csereként állt be, tőle Draxler volt az első lövő, és eltaláltam szerencsére az irányt Handanovic-csal, aztán ment két körül, úgyhogy belőtte mindenki, de aztán Dries Mertens kihagyta, sajnos pedig benne nagyon nagy reményem volt, Bakka lőtt, és viszont szerencsére kifogtam Bakkájét is Handanovic-csal, aztán megint következő lövő volt Kalinic, Kalinicson volt minden, de Kalinicson is kilőtte a stadionból, nem is volt szükség a kapusra, Hamsikon múlott, hogy megyünk tovább vagy maradunk, de igazából maradtunk így, megnyertük, Handanovic kifogta, kifogott 3-11-est az 5-ből, hiszem kifejezetten jó teljesítmény, nagyon jó kapus, ő is, csak ajánlani tudom. Cuadrado lett a man of the match, két gól passzának köszönhetően, és ezzel újabb győzelemre tettünk szert, így mentem el egy rövidke kis nyaralásra, és ezek után tértem vissza, azt hittem, hogy a nyaralás az jó lesz, vagyis egy pihenés, de nem tett annyira jót. Rögtön az első meccsünkön kikaptunk 1-0-ra, ellenfőnk lefocizott minket, ez nagyon-nagyon megalázó meccs volt szerintem. Szóval azt csinált, amit akart, és jött megint a következő ellenfő, Bellerinnel természetesen és Alberto Morenoval, standard BPL-esek.
és megint kaptunk egy vereséget, 3-1-re kikaptunk sajnos. Nem volt túl sok felmutatható lehetőség, ezért nem vágtam be semmit a videóba. Aztán jött a következő mérkőzés Griezmannnal, Ronaldóval, Iñaki Williams-szel, szóval itt most egy picit viszont átbillentünk a túloldalra, nem voltunk a legjobbak. Itt Chicharito szerezte meg nekünk a vezetést, aztán volt egy kis szerencsénk is Draxler szabadrugása után, Handanovic öngoljának köszönhetően már 2-0-ra mentünk, de mint minden futballedző azt szokták mondani, hogy 2-0 a legveszélyesebb eredmény. Én is tartom ezt a mondást, és ez sajnos megint beigazolódott, mert Ronaldo indult meg 40. perc, Ronaldo begurította simán sajnos, nem tudtuk szerelni, pedig eddig nagyon szépen hatástalanítottuk. Itt megint Ronaldo kap egy hosszú labdát, megint befutja, megint belövi, 2-2, és innen már éreztem, hogy nincsen vissza, kipattan Iñaki Williams elé, és Williams belövi 63. percben. De itt még nem álltunk meg, volt egy nagyon szerencsés gólja, Ronaldo visszahúzza, rálövi, de Griezmann megpattan, és így megy be a kapuba, így maradt 2-4 a végeredmény. Sajnos Griezmannék örülhettek a végén, nem pedig én, mert 4-2-re kikaptunk. Következő meccs egy BPL csapat ellen, akik nem voltak a legjobb a kinézetre, de a srác tudása azért nem volt alacsony szinten, de szerencsére korán megszerezték a vezetést Alexandro távoli tekerésével. Az 5. percben 1-0 volt, Alexandro első gólja volt, majd aztán Kalinic még a 23. percben egy szép kis góllal, Kalinic ilyeneket tud és ezekre nagyon jó, és még az 50. percben Mertens szólója után egy jó beadás volt Cuadrado-ra Lucas fejjel, aztán félollóval beküldi a kapuba a labdát, így elérve az, hogy még a végére itt van egy zicser, amit Pjanic befejez. Pjanic nagyon jól játszott megint, és itt már Medel is kezdett ébredezni támadásban is, mert eddig védekezésben jeleskedett, de most már támadásban is. Ellenfelünk azt mondta, hogy köszöni, neki ennyit bőven elég lesz, kap 4-0-nál kilépett, pedig tényleg nem volt egy rossz srác, Cuadrado lett a man of the match, egy gólpasszal, egy góllal, és hát mentünk tovább, ha minden igaz, itt még Silver 2-be voltunk. Következő ellenfelünk egy nagyon erős csapattal érkezett, és jól is játszott, 1-0-ra kikaptunk tőlük sajnos, még egy korai góllal, egy korai Depay góllal. Aztán megint Wardy elkezett, itt most Wardy napot tartottunk. Túl sok volt a Jamie Wardy ebbe az egészben, ellenem, és hát ezért is volt rossz, mert itt Wardy elkezett a kipattanódra, és becsúszva a 28. percben bekotorta az ellenfelünk vezető gólját. Wardy tudott örülni, nem mi. Aztán Kabay bolondítja meg a védelmet, és átlövi a hosszú sarokba. Esélyese volt a kapusomnak sajnos, Kabay nagyon örül, ünnepel, 80. percben már eldőlt, hogy 2-0 lesz a végeredmény a QB-i Boys ellen. Így is van, itt már Silver 2-ért küzdöttünk, azért szépen lassan haladtunk fölfelé, Széria A támadósorral és mögöttünk, körülöttünk PL játékosokkal. Szerencsére Hart elnézte az első fejest, 12. percben már Alan fejesével vezetést szereztünk 1-0-ra. Végig uraltuk a mérkőzést, 66. percben egy gyönyörű játék után Medel passzolta be a kapuba, ez tényleg szépen végig lett játszva, és így 2-0-ra simán lehoztuk a mérkőzést, Bruno Peres lett a meccsembere, adott egy gólpasszt, jól játszott ő, és az egész torna alatt 2-0-ra simán kontroll alatt tartottuk, ebben megvolt a Silver 2, itt már a Silver 1-ért mentünk, a következő ellenfél megint Wardyval és Martiallal még ilyenekkel áll fel, ott volt Bellerin természetesen, ami alapkellék minden BPL csapatba, vagy ha nem jó, akkor Kyle Walker, és hát az eredményt láthatjátok, nagyon jó játszott és szétszedett minket 5-0-ás végeredménnyel. Következő ellenfelünk, ez volt a legkellemetlen mérkőzésem, nagyon jól indult, 8. perc Bender góljával 0-1-re vezetünk, aztán jött a következő Müller passzából Chicharito még a fél idő előtt megszerző 0-2, itt megint izgultam, hogy 0-2-re visszajönnek esetleg, de 50 percben már 0-3 volt Chicharito góljával, aztán elkezdődött valami. Egy Baka, 2 Baka, jött Perisic is, 3-3, egyből rögtön. Láthatjátok, 10 perc se telt el a másik Chicharito gól óta, aztán 78 percben egy hiba után Mertens,
majd megint Mertens lép ki, és gyönyörűen elgurítja Lino mellett. 5-3 eddig. Még itt azért volt egy szerencsénk és egy ilyen kombinációt bejátszva. Bemázdíztunk egyet. Berúgta a saját kapujába. De itt még elhittem, hogy lesz esélyem, aztán Insigne mondta, hogy nem. Ez a meccs nem az én meccsem lesz. És sajnos igaza is volt. Ezt a meccset nagyon csúnyán elbuktam, ez nagyon rossz volt ilyenkor, és ilyenkor már picit kezdtem fáradni, itt kezdtem feladni, hogy nem lesz meg az a gold 1. Küzdenem kell érte nagyon sokat, itt még láthatjátok, hogy még több mint 8 win kell, nem itt, még 8 win kellett volna. Aztán következő ellenfőnél megint egy jobb csapata volt, mint láthattátok. És Robben és Griezmann góljaival 2-0-ra megvertek minket. Aztán jött Rémi, Coman és ilyenek. Kicsit gyengébb csapatnak tűnt, bár Klein azért nem gyenge. De szerencsére a 60. percben Chicharito Hernández már ilyenkor már szállította a Bundesliga csapatot. Nagyon szükségünk volt egy ilyen csatára, aki be tud fejezni, mert Müller néha elég impotens volt. Holott nem egy rossz játékos, de Chicharito megszerzi a második gólját is a 79. percben. Nagyon-nagyon kellett ez a gól nekünk most. Ellenfelünknek 2-0 elég volt ahhoz, hogy feladja. Ő azt mondta, hogy neki itt bőven elég lesz. Mondtam, hogy köszönjük szépen. Chicharito lett a meccsembere két góljának köszönhetően. És mentünk tovább, mert legalább egy lépéssel közelebb kerültünk a gold 3-hoz, ami nekem az elvárásom volt magamhoz. Egy jó francia csapat ellen játszottunk, tényleg nagyon jó volt, és hát nem volt unalmas 0-0, hanem izgalmas 0-0 volt. Aztán 11-eseket játszottunk, az elsőt mind a ketten belőttük, majd aztán Müllerrel sajnos hibáztam, és tőle jött Menez, aki sajnos belőtte a saját maga 11-esét, így mentünk tovább, Draxler begurította, itt egyel ugye előnyben voltak, de Rémi 11-ese nem volt a legjobb, szóval kilőttek a stadionból, de aztán Konopjánká is se volt a legjobb, de mint neki szerencséje volt. Jött az ellenféltől Kingsley Coman, középre belőtte, Bellarabi az ő lövésének az irányát eltalálták, Fekir lövésének az irányát nem találtam el, szóval vereséget szenvedtünk, tovább tartott ez a lejtmenet, ilyen hullámvasúton voltunk ilyenkor, egy győzelem, egy vereség alapon. Jött a következő ellenfelünk Skrin Calhanoglu-val és Renato Sánchez-zel, de Renato Sánchez nem tudta megmutatni, miért is olyan jó, mert azt mondták róla, hogy nagyon jó, de Pjanicot nem tudta megfogni, pedig egy oldalon voltak, és Pjanic nagyon élt ezen a meccsen is. Mertens passzol be Medelnek, 2-0 volt az állás már a 14. percben. Aztán még a 45. percben Kalinic lefejeli, Pjanichoz pattan és Pjanic begurítja az üres kapuba. Gyönyörű gól. Szép komponálás, de ellenfelül feladta a 45. percben. Azt mondta neki, itt bőven elég volt. Következő meccs erről szólt. Rémi 1. Rémi 2. Pontosabban már 3. Rémi 4. És Rémi 5. Rémi lőtte mind az 5 gólt és megalázott. Nagyon szétjátszott engem ez a srác, és jól is játszott, és csak Rémi, ezt hallottam végig, hogy Rémi. Végére már picit ideges voltam. Itt volt egy újabb meccs, ahol egy szögletünk volt, de le is kontráztak minket, és a 17. percben Carrasco golyával ellenfelünk megszerezte a vezetést, majd Mertens izomból középre vágta, azért a 32. percben meg volt a szépítés. Cuadrado egy pár csel után begurította, de öngól lett belőle, Carvajal hozta nekünk össze, szerencsére ezt a jó kis öngolt. Aztán viszont Vela szépített még a 81. percben, itt már kezdtem azt hinni, megint hosszabbítás és a 11-eseket nem akartam lőni az előző meccs után, de a 83. percben még Kalinic tudott egy újat húzni, és ebben 3-2-re vezetésre álltunk. Ellenfelünk nem bírta el ezt, hogy ilyen későn megszerezték a vezetést, kilépett, Kalinic lett a meccs embere, újfent nagyon jó volt, és most láthatok egy kis bugot. Igen, bronzot mutatja, miközben a silver lett meg. Következő ellenfünk 5 védő Juventus, nagyon erős csapat. 3 nem Juventusos volt a kezdőjében, ugye Nainggolan, és nem teszem a másik kettő srácok a neve. 2-re megvertük őket, vezettünk 1-0-ra, szépítettek, majd megint vezettünk,
és ezt már ki tudtuk húzni a végéig. Itt Draxler átvette a karmester irányítást. Újabb ellenfél, sajnos ez egy 1-0-ás vereség volt, itt korán megszerzett Songollal kikaptunk, és innen tudtunk növelni győzelmeink számát, majd egy BBVA csapat Evrával. Így megy neki, a következő mérkőzésnek. Draxler kapott gyönyörű labdát Konopjánkától, és a rövidbe belőtte. Aztán Csicsárító bepasszolja Müllernek, 0-2. Nagyon lezárkoztunk fel, hogy sikerüljön. Draxler újabb lövéséből a 64. percben újabb gól lett, így ezt a meccset behúztuk 3-0-val, 3-1-jel, bocsánat. Már nagyon késő volt, itt már fáradtam, és már csak két győzelem kellett a 18 finhez, és itt nagyon-nagyon távolinak tűnt ez a két győzelem. Először jött egy BPL csapat Vance Tuach Manéval és Inform Kantéval, Gündogánnal, Özillel és társaival. Sajnos hosszabbításig kihúztam, aztán jött egy csere, Özil helyett bejött David Silva, ami sorsdöntőnek bizonyult az ő szempontjából, mert Silva két gólt szerzett, és ezzel megvert minket sajnos. Pedig szerintem annyira nem játszottam tragikusan, hiába a kevés lövés, mint láthattátok, nem voltam ennyire rossz. Aztán egy ötvédős ellenfél a legópi belső hátvédekkel, nem is vágok bele semmit, simán 4-0-ra megvert engem. Szerintem nem volt, nem volt akkor a különbség köztünk. Majd jött egy csapat Ben Yedderrel, Gameiroval és sok franciával, francia ligás, francia nemzetiségűvel, amikor is a 29. percben Cuadrado góljával megszerezik a vezetést, még egy lépéssel közelebb kerülünk a gólt 3-hoz, de ezt egy gyönyörű játékkal koronázzuk meg. Mertens, Kalinic, Mertens, Cuadrado a labda útja, 45. perc, 2-0. Cuadrado ezzel a meccsen szerezte klubom történetének első mester 3-asát, 65. percben történt meg ez az dolog, és először én is debeltem a FUT Champions alatt. Eddig egy debelt se toltam, de most már úgy éreztem, hogy kiár nekem. Majd Kalinic szétflegmázza az ellenfelet, és 69. percben 4-0-ra vezetünk a góljával. Ellenfelünk becsületesen végigjátszotta, 4-0 lett a vége. Egy lépésre voltunk már attól, hogy meglegyen a 18 per 18. győzelem. És ezzel a Premier League csapat ellen tudtunk tenni, hogy 18 per 18 legyen. Nagyon erős volt, nagyon jól játszott, szerencsére. Azért nekünk is volt szerencsém, mint láthatták, hogy Csicsárító óriási passz kapott Bendertől a 44. percben. Az összhangkártyák bizonyították, hogy nagyon jó volt a srác, értett a játékhoz, de szerencsém volt. 63. percben kipattanó Csicsárító fejelt be, és ha már megmondtam, hogy ő lett a vezér, a végén Konopjánka legurítja, és eldönti az utolsó lövésével az egész FUT Champions hétvégémet, mert megszerezte ezt a gólt, és ellenfelünk eddig bírta, kilépett, Récsfét megmondta, hogy neki elég volt, és ebben láthatjátok, hogy mi a lényeget, 18 per 18-asok lettünk, sikerült elérni azt, amit akartunk, és van még itt egy plusz extra meccs, amit a magyar válogatottal játszottam le. Hát, bár ne tettem volna, Cavani sajnos érkezett, aztán megint Cavani, két hibámból mind a kétszer kapus kiadást rontottam el, és ebből szerezte Cavani a két gólt. Aztán nem léptünk oda Grosickinek, Grosicki megszerzi a harmadik gólját, és a végén megadta nekünk Lukasz a kegyelemdöfést egy újabb rossz kiadás után. 70 perc játék alatt 4-et kaptam, de ez már éjfél után volt, szóval nagyon elfáradtam. Ez ilyen jutalommeccs akart lenni, de hát kár volt érte szerintem. És itt van, láthatjátok, hogy mit kaptunk. 30 000 coin, 2 mega pak és egy Rare Players pack, ami egy 50k-s pak. És itt van a jutalom. Ezt csütörtök reggel történt, hogy egyből elfogadtam, amit kellett. Megérkezett minden coin, minden pak, minden nálam van. És igazából először a megapakkal kezdtem. Azt nyitottam ki legelsőnek. Miután ilyen pak szerencsém volt, amit láthattátok, bíztam benne, hogy hát ha most is valaki is elősétál valaki, vagy egy jó informot, de az első pakban csak kákává volt, 79-es tempó, 85-es labdavezetés. Nem rossz német játékos, de nekem nincs rá szükségem, Draxler a tökéletes ember oda, ahova kell. Kaptam benne sok squad fitness, azokat majd el fogom adogatni, abból lesz a profit. Másodikban egy belső átvédet kaptunk, aki viszont nem egy rossz dolog. Williams, 82-es védekezés, 82-es fizika, 70-es tempó, kifejezetten erős belső átvéd szerintem a Premier League-ben. Valamint még Butinyót, aki jó lesz a Squad Building Challenge-hez,
és egy extra pakkot. Itt pedig jöjjön az 50k-s pak, nagy csilla, görög, hát nem az, aki megvan nekem, Szokratis Papadopoulos. Szokratis Papadopoulos, bocsánat. Őt nyitottam ki, valamint egy nolitót, nem volt túl nagy durranás ez az 50k-s pak, valamint a 2 rare players pack. Pont nem az arany lett a ritka, hanem a silver sajnos. Így kinyitottam minden pakot, minden rewardot. Igazából ez a hétvégén nagyon-nagyon jó tanulság volt, és remélem tetszett nektek ez a videó, hogyha tetszett, dobjatok egy lájkot, hogyha nem, dobjatok egy diszlájkot, írjátok le a komment szekcióban, hogy miért tetszett, vagy éppen miért nem tetszett, írjátok le, hogy szeretnétek-e látni még ilyen végi játszásokat, hogyha igen, akkor azt is írjátok le, ha több meccsel szeretnétek, azt is, ha kevesebb meccsel, azt is, hogyha mondjuk kevesebb pofázással, akkor azt is, mert akkor megpróbálom rövidebbre megvágni, de akkor kevesebb meccs lesz benne. Lényegtelen, írjátok le, hogy tetszette vagy nem, én Csanád voltam, sziasztok!